Ez komoly lehet. Te nem szoktál csak egy pasival járni. Megvan a befutó? Már a célegyenesben. Na, mi a baj? Az előbb hívott a takarítónő, ömlik a víz a konyhában. Akkor most haza kell menned? Ne haragudj, de muszáj. Hali, már kitthon van? A takarítónő, ugye? Nem, a felesége két. Maga pedig olyan neterrendelt prosti vagy mi. Mi történt? Felesége van. Simán lenyomod, ne? Így találkoztak. Ugye most viccelsz? Nem, hoztam Fincsi vacsorát. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy koktélozgatunk, és közben kibeszéljük a pasikat. Így lettek barátnők. Semmi esélyem egy olyan nővel szemben, mint te. Ugyanaz a pasi vert át minket. Tekilát vagy inkább vodkát? Mondjam meg neki, hogy vége. Csak ami kikívánkozik. Jesszusom. Vagyok. Ez durva. De erre nem számítottak. Randizgat valakivel. Mindkettőnket megcsalt, mert nem velem randizgat. A roham! Nem most őrülj meg! Ha mit tetszik csinálni? Szia! Hamarosan. Hogy hazudhatod nekem? Olyan finom illatod van, mit használsz? Semmit, én így izzadok. Szóval mi legyen, lányok? Azt akarom, hogy fájjon neki. Mi lenne, ha tökörrugnánk? Értékelem, hogy így vág az agyad, de azért ennél durvább bosszú gondolkoz. A bosszú. Ezt találtam. Meglopja a cégtársait. Megkeressük a lóvét és elintézzük a mocskot. Ha az ügyvéd, a feleség és Csöcsike összefog, úgy pofára ejtjük, hogy az soha nem fogja elfelejteni. Triplán ütős igazán. Szóval hormonokkal tömöd? Na, mint a transzneműeket a nem átalakító műtét előtt. Nézd, hogy megnőtt a mellem. Bizony, ez már a cookie klimax. Cookie klimax? Kezd kicsit. Ez nem lehet igaz. A harmadik szerető. Még egy szerető és szegény felesége az elvonón köt ki. A csajok bosszúja. Elég beteg, hogy jóban vagytok. Igen, nagyon-nagyon beteg. Hogy lehet ilyen dögös öcséd? Nem nyúlhatod le a férjemet és az öcsémet. Nem lehetsz ennyire... Muhú. Tavasszal a mozikban.